Az elmúlt héten július 20-a és 23-a között Sokoron bonyolították le a gyermek, kölyök, serdülő utánpótláskorú versenyzők számára az országos bajnokságot. A City Guys Tiszafüredi Kajakkenu Sportegyesület kajakosai által elért eredményekről és magáról a versenyről Fülöp János, az egyesület egyik edzője adott tájékoztatást. A múlt héten adtunk hírt ebben az évben először a City Guys Tiszafüred Kajakkenu Egyesület házatájáról. Most Fülöp Jánost, az egyesület edzőjét arról kérdezem, hogy hogy sikerült a hétvége, mert hogy Virág Tibortól tudjuk, hogy ez az év legfontosabb versenye a magyar bajnokság. Annyit helyesbítenék, hogy az egyik legfontosabb versenye, mert magyar bajnokságunk több van, tehát rögtön májusban van egy maratonbajnokság, ez már inkább a nagyobbakat érintette, mert ott még a kicsikkel, akikkel nem tudtunk vízre szállni, azok még itt ezen a versenyen nem tudtak elindulni. Utána van egy diákolimpia, ami nekik, van amelyik gyereknek ez a legfontosabb, van amelyik gyereknek a magyar bajnokság a legfontosabb, mert a diákolimpián két kategória van, van egy igazolt kategória, meg van egy iskolai kategória, és mindenki megtalálja a saját erőviszonyainak megfelelő számot, tehát aki még nemrég kezdett el kajakozni, annak nem kell egy magyar bajnokkal egy futamba indulni, tehát a iskolai nevezésekkel jobban tudnak eredményt elérni. És utána jön még két vagy három bajnokság, ez attól függ, hogy milyen korú az illető, mert van egy olyan, hogy gyerek, serdülő és kölyök bajnokság, ezek a kicsik, ami a 16 éves korig van. Augusztus 8-án lesz az IFIK-nek meg az U23-asoknak magyar bajnoksága, és legvégül majd a felnőtteknek, ami mondjuk nálunk nem nagyon van, a felnőtteknek a bajnoksága, de viszont oda meg felnevezhetünk U23-as vagy IFI versenyzőket, és akkor mindenkinek megvan a külön bajnoksága, de mivel hogy mi utánpótlás nevelő egyesület vagyunk, ezért ez az egyik legfontosabb számunkra, mert itt tudunk a legtöbb eredményt elérni, itt tudunk a legtöbb számba indulni. Hogy sikerült a hétvége? Szerintem egy-két kivétellel, hogyha nem számolunk, akkor teljesen tökéletes volt. Itt még majdnem azt mondom, hogy az edző se lehet elégedetlen, mert az egyesület szerintem fennállás óta a legjobb évébe áll, vagy legjobb évet produkálta, akár a síkvízi magyar bajnokságon, akár összesítésben, ahol most tartunk, de még nincs vége az évnek, mert eddig 20 magyar bajnoki aranyéremnél tart az egyesület ezzel a mostani bajnoksággal együtt. Akkor a gyerekek ezek szerint szinte kivétel nélkül azt hozták, amit vártatok tőlük? Tényleg volt egy-két kisebb gigszer, tehát ott is az is dobogós hely lett volna, de volt egy kis mérleghibánk, és egy harmadik helyről kizártak egy nagyon jó egységünket, akik dobogón lettek volna, szintén ráadásul válogató számban volt. 20 dekán hiányzott, mert vagy a szélnek a fújása nem úgy kedvezett a mérésnél, vagy valami, de hát mindegy, mert most amikor a futam befejeződött, lemérik a hajót, vagy visszamérik a hajót, és akkor nem az a súly, aminek meg kell lenni, akkor ezért kizárásra nem. Csak ők jártak, így több egységnek volt ilyen, mert azért szeles idő a velencei, vagy szeles pálya a velencei pálya. De azon kívül szerintem minden, azt lehet mondani, hogy nagyon nagy űr nem maradhatott az egyesületben benne, lehet, hogy 8-10 vagy 15 pontot benne hagytunk, volt, aki szerencsétlenül járt, mert teszem azt fel, volt egy összetett verseny, hogy 200-2000, és ott bejött a negyedik helyen a kislány, 2000 méteren rámentek a lapátjára, és beborult, tehát eleve egy dobogós helyet veszítettünk vele, tehát itt benne maradt egy kis eredmény az egyesületbe, akkor volt olyan, hogy kizárták a váltót, tehát ott is benne maradt egy eredmény az egyesületben, mert hogy szerintük hamarabb rajtolt, vagy nem várta meg a váltótársat. Lehet, hogy igazuk volt, tehát én nem láttam ezeket, tehát versenybírók azért vannak, hogy eldöntsék a ilyen helyzeteket, úgyhogy mondom, egy pár pont benne maradt, de most szerintem a kicsik is jól szerepeltek, hát ők is a tavalyi egy éremhez képest most hoztak 3 érmet, tehát és abban volt aranyérem is, 2 bronzérem, a tavalyi évben meg 1 bronzérmet szereztek a kicsik is, úgyhogy szerintem olyan nagy hiányérzete nem volt. Persze, aki nem nyert érmet, mert éppen lemaradt, és 4. lett, vagy 7. lett, mert van, ahol az első 6-ot díjazzák, és 2/10 maradt le az éremről, az egy kicsit búslakodik, de annyiból meg jó, hogy látja, hogy közel vagyok ahhoz, hogy érmet nyerjek, tovább kell edzeni, és akkor így jó lesz nekik egy idő után. Csináltál egy összesítést? Hány arany, hány ezüst, hány bronz? Hát sajnos nem csináltam összesítést, hogy hány arany, hány ezüst, hány bronz. Az aranyat azt tudjuk, hogy most járunk 20-nál, és ezen a bajnokságon, ha jól emlékszem, akkor 9-et nyertünk, vagy 10-et. Tehát ez sincs megcsinálva, este 8 órakor értem haza, akkor már nekem nem volt.
erre energiám. Azt tudom, hogy mivel hogy folyamatosan adtam össze fel a pontokat, a tavalyi 110 ponthoz képest most 142 pontot értünk el, tehát 31 pont javulásunk lett a tavalyi évhez képest. A mai nap meg szintén nem volt rá időm, mert már korán reggel egy kezdőcsoporttal mentünk, mert van egy kajakstart programunk, amit majd elmondjuk, hogy miről szól. Azokhoz mentünk úszásoktatásra. Maradjunk még egy kicsit a hétvége eseményénél. Úgy tudom, de hát lehet, hogy ezek csak kósza hírek, hogy olimpiai reménységek futamára lehetett innen kijutni, ami Csehországba lesz. Erről mondj néhány gondolatot. Igen, tehát a U15 és U16-os számokban az egyes és a páros számok azok válogattak az EU, vagy most már nem ORV, hanem ORV, mert most már nem csak az európai nemzetek, hanem már jönnek Amerika, Ausztrália, több dél-afrikai is szokott jönni, több földrészből jönnek versenyzők, és mostani híreink szerint, vagy a mostani állás szerint, aztán még, hogy mit kavarnak a szövetségbe, azt nem tudjuk. Egyenes kijutásos két emberünk van, vagyis, hogy elméletileg két emberünk van, de az, hogy most a második, az még nem teljesen egyeneses kijutásos. Egyenes kijutás csak egynek van, de két számban, tehát azt akartam inkább mondani, hogy két számban biztos, mert a U16-osok között az 500 és 1000 méter párosban is második helyezettek lettünk Pető Adél személyében. A U15-ösöknél pedig Kulcsár Csengének van esélye arra, de ő nem válogató számba lett első a 200-2000-nek a 200-as számába, és így lehet, hogy be fogják válogatni az EORV vagy az ORV csapatban. Tehát úgy néz ki, hogy két versenyzőnek van rá esélye. Ez mikor derül ki? Hát, ez a lobby, meg hogyha a szövetségkapitány eldönti, vagy a szakmai bizottság, tehát nem tudom, mert nem az én versenyzőim, tehát ez más, itt még beleszólnak a nagyobb egyesületek, hogy kinek milyen érdeke sérül, hogyha most olyat tesznek be, akit éppen, mert a Pest az mindig erősebb lobby szinten itt, ez ugyanaz, mint nemzetközi szinteken is szokott lenni, hogy most melyik sportág milyen erőt képvisel, vagy milyen emberek képviselik azt a sportágat, és mit tudnak összelobbizni. A múlt heti beszélgetésből kiderült, hogy egy egyesület eredményességétől függ, hogy mennyi anyagi támogatást kap a következő évre. Akkor ezek szerint jól álltok most? Hát nyugtával dicsérjük a napot. Most én azt mondom így a felkeltével, hogy igen, mert a tavalyi eredményeinktől már most jobbak vagyunk, ami tavalyi összpontszámunk volt, meg maga az eredményességi listánk. Aztán majd meglátjuk, a versenyzési engedélyünk is sokkal több, mint a tavalyi évben, mert már most 7-tel vagy 8-al túl vagyunk a tavalyi versenyengedélyeknek a kiváltásával. A pontszámba is már elértük a tavalyit, és még van két bajnokságunk hátra, amin tudunk pontokat szerezni. Úgyhogy szerintem most majdnem nekünk azt mondom, hogy a 300-as összpontszámot azt el fogjuk érni a évvégi összesítésben. Tavaly 282 pontunk volt, szerintem azt most elértük, és még van két bajnokságunk, amit le kell tudnunk. Hogyan értékeled az eddigi munkát, amit ebben az évben csináltatok? Mitől függ az, hogy már elértétek a tavalyi pontszámot, és hogy elégedett lehet versenyző és edző egyaránt? Hát, az, hogy mitől, az csak a munka. Tehát ez olyan sportág, hogyha nem teszünk bele semmit a zsákba, ha nem dolgozunk, akkor nincs eredmény. Tehát én a kicsiknél is ezt mondom mindig, tehát most én az én csoportomra visszatérve, de mindegyik csoportra illik szerintem ez a jó tanács, hogy ha dolgozol, akkor fog jönni az eredmény, ha nem dolgozol, akkor ha szerencséd van és beültetnek egy csapathajóba, lehet, hogy elviszik a feneked, de akkor kevesebb lesz lehet, hogy az a két tized az pont rajtad fog múlni, és nehogy szemrehányást tegyél magadról, hogy de hát ha jobb lettem volna, akkor jobb lett volna a csapat is. Szerintem a munka. Említettük a kajakstart programot. A munkára szoktatás már egész kicsi korban megkezdődik, és a kajakossá nevelés. Mi ez a program pontosan? Ez egy lopott program, hogyha őszinte akarok lenni, de ez a lopott program, ez nálunk, ez baráti viszonyból adódik, mert a tavalyi évben volt egy Gödi társa Gergő fiamnak, és akkor szívesen láttak vendégül bennünket, és mondták, hogy ők hogy működnek, hogy tudnak toborozni, meg mint tudnak toborozni, és ajánlották ezt nekünk, hogy van egy kicsi csoport, akik még nem is versenyezhetnek, vagy két évig, tehát ezek most nálunk pont a 8-9 évesek, akikkel
elkezdtünk foglalkozni, és náluk is ugyanez, és mire 10 évesek lesznek és versenyezhetnek, addig megtanulnak evezni, megtanulnak úszni, de nem versenyzői szinten csinálják, és onnastól kezdik el velük a munkát. Tehát ez a Kajakstart program nálunk sajnos, tehát most nem akarok különösebben ebbe belemenni, sajnos nekünk csak nyáron van úszás lehetőségünk, itt Tiszafüreden. Remélem egyszer elérünk oda, hogy lesz más időpontban is, és így a nyári szinten meg tudtuk azt csinálni, hogy én elkezdtem egy kis csoporttal, mert egy 10-12 fős csoporttal elkezdtem azt, hogy az egyik iskolában, nem mondok inkább külön iskolát, nehogy az legyen, hogy megharagszik rám a másik, és azért nem fogja leküldeni azért a gyerekeket. Azt, hogy péntekente ezeknek a kisgyerekeknek én ilyen játszós edzést tartottam, tehát eleve megismerjenek, mozogjanak, jó kedvük legyen. Megpróbáltam egy kicsit kovácsolni a csapatot, hogy összeismerkedjenek egymással. Nem csak egy iskolából voltak, csak abban az iskolában lett meghirdetve, de volt, hogy másik iskolából is átjött egy-két kisgyerek. És akkor utána tovább gondolva a dolgot, hogy nem elengedni a kezüket, akkor kaptam segítséget is persze a polgármester úrtól ebben, hogy a strand részébe meg tudjuk azt csinálni, hogy egy héten 4 edzést tartunk nekik, és ezért kétszer úszunk, kétszer pedig kihozzuk őket a kajakházhoz, és megtanítjuk őket evezni. És az a 11-2-3 fő, ez felduzzadt most már 20, nem tudom, hogy hány 3 főre, de hát már lehet, hogy van, amikor vagyunk 26-27-en, mert a sárkánykenú az mindig tele van a 11 fővel, és akkor pluszban már most a kajakokba is már nem csak az egyes kajakokat kell vinni, hanem a páros kajakokat is, hogy tudjanak evezni a gyerekek, és így elég jól alakulnak a dolgok. Vannak benne már most látni ügyesebb gyerekek, akik jobban mozognak a vízben is, mert a Kajakstart révén volt, aki nem teljesen képzetlenül érkezett, volt, aki teljesen képzetlenül jött az úszás részére, és most már ott tartunk, hogy igaz, hogy csak heti 2 alkalommal, de siklani már minden gyerek tud, már sok kartempót megtanultak, tehát hogy kell a gyors kartempót csinálni, lábtempókat csinálni, tehát ami még nem nagyon összetett mozgás, hogy most egyszerre kell ezt is, azt is csinálni, hogy levegővételt, meg ilyenek, ezeket az alapokat már megtudtuk, de szerencsére ez egész nyáron megy. Ez a programunk, ezt most nem azért reklámoztam, hogy most kezdjenek el jelentkezni, mert most már nem igazán örülnék neki, hogy most kezdjen el jelentkezni, mert akkor már eleve egy olyan csoportba kéne bekapcsolódni, hogy visszavehetné azoknak a fejlődését, akik már benne vannak. Tehát jó, ezzel nem, ez a másik rész, hogy nem akarom lebeszélni őket, hogy tudjanak róla, hogy lesz egy ilyen, vagy van egy ilyen Tiszafüreden, és a jövőben is lehet. Tehát ugyanúgy meg fog maradni a téli játszós edzés is, hogyha akkora igény lesz, akár két iskolába is be fogunk menni, és akkor egy-egy játszó edzés egyik iskolának és másik iskolának is. Tehát meglátjuk, hogy mekkora igény lesz rá, mekkora jelentkezés lesz rá. Szerintem a szeptemberi hónapban iskola kezdéskor elkezdjük a toborzást, tehát fogunk rá arra energiát fordítani, hogy akkor az iskolába bemenjünk és meghirdetünk egy ilyet, hogy ki akar Kajakstart programba tartozni, mert ezt azért csináljuk, hogy kajakos legyen belőle. Tehát nem azért csinálom, akinek inge vegye magára, akinek nem, hogy most a gyerek, majdnem azt mondom, hogy tagdíj ellenében azért a havi 2500 forintért megtanuljon úszni. Tehát ez nem egy úszótanfolyam, hanem ez kajakos nevelőtábor tulajdonképpen. Ha visszaemlékszel azokra a gyerekekre, akik most nagyon szép eredményeket hoznak, és már nagy kajakosnak, vagy öreg kajakosnak számítanak, hogy ők hány évesen kezdték el, akkor ahhoz viszonyítva milyen reményeket fűzöl a Kajakstart programhoz? Hát most, hogyha a saját csoportomból indulok ki, nekik nem volt Kajakstart, és mondom, a tavalyi évben egyetlen egy érmünk volt, most már 3 éremnél tartottunk, és többen minimálisra csúsztak le a dobogóról, és nagyon sok pontszámot hoztak ők is, tehát a tavaly valami 12-3 pontot szereztek, most 30 pontot hozott csak az én kis csoportom ezen a mostani bajnokságon. Ahogy tudom, nekik is játszós edzéssel kezdtem el, és nekik meg inkább az volt a rész, hogy a lényeg, hogy ott az 5 edzést tartottam meg nekik, már 4-szer, és ők nem ebbe a korba kezdték, tehát nem a kiskorba kezdték, hanem a 10-11 éves korba kezdték el, mert most 11-12 évesek, ugye, mert egy éves a csoport szinte, azt lehet mondani. A legrégebbi tagjai a Hanna meg a Viktor Valentin,
a három fők, a legrégebbi tagja, akiknek már ez a harmadik nyaruk, de a többinek szinte csak egy vagy kettő nyár. Sőt, van, aki úgy versenyzett, hogy az idén áprilisba kezdett el kajakozni, már úgy, hogy vízre szállni, mert télen elkezdte a téli edzéseket, de teljesen azt mondom, hogy be tudott illeszkedni a csapatba. Kicsit nézzünk a jövőbe, mi az a két verseny, ami vár még rátok a nyáron? Ez egy ifi bajnokság lesz, ifi 23-nak nevezném, itt inkább az ifi bajnokság, de itt is ifi, csak egy van az egyesületünkben, de viszont van egy olyan szabályunk, hogy a serdülőket fel lehet nevezni az ifi bajnokságra, és így lehettek esélyeink arra, hogy most az ifi bajnokságon is akár pontot vagy érmeket hozzunk el, mert a lányaink, akik most nyerték az 500 és 1000 métert négyesben, ők ha elindulnak egy ifi bajnokságon, mert itt nem lehet versenyegyesülni, az a lényeg, ezen a mostani bajnokságon nem lehet versenyegyesülni, és csak tiszta egységek indulhatnak. Hát itt a legnagyobb ellenfeleink azok a ilyen Honvéd, KS, meg ilyenek lesznek, tehát mert azoknál van akkora emberanyag, hogy ki tud állítani négy darab ifi lányt, négy darab ifi fiút, mert a kisebb egyesületeknél elég kis számban fordul elő az, hogy mostan akár négy ifia lehessen. Tehát ezért hozták a serdülőknél is azt a szabályt, hogy két egyesület verseny egyesülhet, és úgy indulhat versenyen. Úgyhogy szerintem pont számba egy olyan 10-20 pontot biztos össze tudunk szedni, de akár, hogyha szerencsésebbek vagyunk, szerintem egy-két érem is összejöhet az ifi bajnokságon. Meddig tart a versenyszezon? Hát elméletileg október első hetéig tart a versenyszezon, mert a keretfeltöltő az a legeslegutolsó verseny, amikor lemegy az összes verseny, az összes bajnokság, az összes válogató rész, és akkor még szoktak csinálni egy keretfeltöltést, hogyha marad ki ifibe, 23-ba vagy serdülőbe, kölyökbe hely, akkor megmondják, hogy válogató szám lesz a K1000 méter, aki még eddig nem keret tag, és ottan mondjuk nyerni tud, vagy második helyen végez, azt még beveszik a keretbe, és akkor ő ugyanazokkal a feltételekkel mehet edzőtáborba, mint a többiek, akik bekerültek. Gratulálok a hétvégi sikerekhez, és további sok sikert kívánunk a többi versenyhez. Köszönöm szépen.